A műsor támogatta a vitalitásbolt.hu Béki László ajánlásával. Sziasztok! Császi András, természetgyógyász egészségfejlesztő vagyok, és ez itt a Vitalitásbolt, vagy Vitalitás Csomagoljuk ki, Kóstoljuk meg műsora. Ugye a mai kis vendégünk ez a vírusőr gyártójának egy új terméke, ez a Ganoderma immunőr pecsétviasz gomba terméke lesz, és, és őt fogjuk ma megnézni, hogy ez a Ganoderma pecsétviasz gomba mire is jó, és mit tartalmaz ez az immunőr. Nézzük először a hatóanyagokat, mert közben várok a kis hidrogénes kulacsomra, hogy elkészüljön majd a víz, amivel be tudom venni ezt a kis immunőr kapszulát. Mi a Ganoderma? Ugye maga a készítményben főként 50%-ban ganoderma kivonat található, ezek mellett ugye C-vitamin, D-vitamin, fekete bogyos gyümölcsöknek a kivonata és cink található benne. Egyébként a beta-glükán, ami a ganodermának az egyik hatóanyaga, ugye az intenzíven stimulálja az immunrendszert, és uh, hát, hogy is mondjam, tehát kicsit aktualizálja, vagy, vagy, élesebbé teszi a különböző immunsejteket, is uh, aktiválja, a fehérvérsejteket is aktiválja, tehát olyan szinten tehát nem mint mondjuk egy C-vitamin vagy egy D-vitamin, ami magát az immunrendszer erősíti, hanem ezek a gomba, gyógygomba kivonatok, ezek egy picit rendszeren belüli funkciókat aktiválják, stimulálják. Ezért is nagyon-nagyon-nagyon jó dolgok. Ugye ezek az elmúlt pár évben kezdtek el tudni, és ma a gyógygomba az egy viszonylag nagy De hát ugye, ha meg is nézzük, akkor 30 darab kapszula van benne, napi egy kapszulát ez a 30, ez, nap, ez egy havi adag. Persze azt felejtsük el, hogy ez az egy havi adag, ez átlag egészséges emberekre vonatkozik. Tehát, hogyha valamilyen betegség vagy probléma van, akkor célszerű a kezelőorvossal, vagy természetgyógyászsal, vagy hozzáértővel konzultálni. És hogyha ez a konzultáció megtörtént, akkor lehet az a napi adag egy picivel több, csak azzal számolni kell, hogy akkor maga a készítmény kevesebbre elég. Ugye amit, ami, ami, benne van mellette, ugye a C-vitamin meg a D-vitamin, szerintem mindenki ismeri már a C-vitamint, hogy milyen, csodálatos hatással van az emberi szervezetre, és ugye a D-vitamin is fontos, mert mint kiderült, egyre kevesebbet kapunk belőle, napsugárzás is télen kevés van, nyáron nagyon meleg van, nem megyünk ki, tehát célszerű a D-vitamint is bevinni. Na de, kész is a víz. Ha a dolog, hogyha kibontom ezt a műanyag dolgot, vagy vagy mi ez tégeit, akkor ugye le van védve a teteje, benne van a kis 30 darab kapszula. Nem egy vészes méretű kapszula, amiben benne van ugye ez a, az örlemény. Megnézzük milyen lenyelni, van-e valamilyen bármilyen mellékíze. Viszonylag egy kort vízzel lenni is volt, tehát a napi adagomon túl is vagyok. Tehát nem egy bonyolult dolog ezt megenni. Ugye néztük azt, hogy a C-vitamin, D-vitamin, és majd van benne némi cink. Ugye a cink az fontos a fehérje szintézésnél és a DNS szintézésnél, sejtosztodást, immunrendszer normális stressz ellen. Szerintem egy szuper kis készítmény. Én ezt, ha már kibontottuk, akkor meg fogom menni boltból szeretnétek megrendelni, akkor vitalitásban fog érkezni, ahol látjátok, hogy maga a ragasztószalag és a tanár úr és a saját nevem férmézésével van jelölve. És lehetsetek el feliratkozni a csatornára, hogy minél hamarabb megkapjátok az értesítést az ilyen és ehhez hasonló videókra, és minél hamarabb meg tudjátok őket tekinteni. Találkozunk a legközelebbi videóban.